Üdvözlök mindenkit! Sziasztok! Ez az öt játék öt vélemény. A második része, így van. Ma én lettem az áldozat. Petra hozott öt játékot, én erről próbálok mondani öt véleményt. Hoztam olyan játékokat is, amiket apa szeret, és olyanokat is, amiket én szeretek. Az első játék a Macskák szigete, amit szerintem apa nagyon szeret. Csak keveset játszunk vele. Hát igen, én szeretem ezt a tetrises, kirakodós játékot, ahol tetris elemekből kell összerakni, vagy felépíteni a hajót, macskákat ki kell menteni a szigetről. Nekem kinézetre is nagyon tetszik a játék. Hűha, nem is olyan egyszerű ez a dolog, Petra. Időben egy picit hosszabb, de szerintem még bőven belefér, nem olyan nagyon hosszú. Az újrajátszhatósága az szerintem nagyon jó. Meg ugye nem mindegy, hogy milyen küldetéslapokat gyűjtesz be, és hogyan tudod őket összehozni. A következő játék egy olyan játék, amit inkább én szeretek. Ez Szép új világ. Én is szeretem ezt a játékot egyébként. Nagyon is. Hát igen, ebben egy birodalmat kell felépítenünk. Igazából termeléseket, hát egy tablóépítős játék. Nagyon oda kell figyelni, hogy mikor mit építünk fel, hogy utána tudjunk belőle tovább építkezni. Nagyon jó kombókat össze lehet ebbe a játékba hozni. Nem mindegy, hogy jó benne, hogy nem csak úgy húzunk lapokat, hanem körbeadjuk, ledraftoljuk, és akkor mindenki van egy kicsi ráhatással arra, hogy a másik mit kapjon, milyen lapot. Az is jó, tetszik benne a játékban, hogy nem egyszerre van a termelés, hanem fokozatosan jön a termelés, tehát először termel az első, utána még abból tudunk építkezni, utána termel a következő szín, abból is tudunk építkezni, és ha jól építkezünk, akkor a végére folyamatosan tudunk tök jó dolgokat felhúzni, és sok pontot tudunk benne gyűjteni. A lapok nekem tetszenek, szerintem egy szép játék. Na, mi a következő? Hát a következő egy rövidebb játék lesz, amiről lehet, hogy nehezebb lesz véleményt mondani, de azért csak fog sikerülni. És a következő játék a Cat Lady. Hát a Cat Lady. Igen. Hát a Cat Lady nem egy nehéz játék szerintem. Elég könnyű játék. Szedgyűjtögetős. Sorban vagy oszlopban vesszük el a három lapot, ami ki van rakva. Abból kell olyan kombinációt elvenni, ami jó nekünk, amit minél jobban tudunk hasznosítani. Macskákat kell benne megetetni. Különböző jelmezeket kell gyűjteni például. Így van, különböző jelmezeket kell gyűjteni. Vannak olyan macskák, amelyeknek vannak képességei is. Azokra is oda kell figyelni, akkor sok pontot tudunk benne gyűjteni. Vannak benne olyan lapok, amiről oda kell figyelni, hogy nehogy túl sokat gyűjtsünk, mert az már nem egészséges. Ha élelemet is véletlen túl felhalmozzuk, akkor a végén az is mínuszpontot adhat. De van egy olyan képesség macska, aminél pont, hogy jó, mert ha megetezed vele, akkor hát igen, csak hogy ez nem biztos, hogy feljön az a macska. Így van. A következő játék egy parti játék lesz, amit én szeretek, meg szerintem apa is szereti. A Spicy. Igen, ezt nemrég kapta a Petra. Születésnapodra kaptad, ha jól emlékszem, vagy névnapra? Nem. Mire volt? Gyereknapra talán. Na, én sem tudom, mire kaptam. Így van, szóval lehet, hogy akkor ezt gyereknapra kapta a Petra. Így van, gyereknapra kérte a Petra, mert tetszett neki. Főleg azt tetszett neki, hogy lehet benne sokat kamuzni, füllenteni, blöffölni. Szereti a Petra az ilyen játékokat. Hát igen, ezt a játékot kedveljük nagyon igazából. Ez egy jó kis vicces parti játék. Nagyon szépek a lapok benne.
viccesek is. Nagyon oda kell figyelni, hogy ki mikor kamuzik, hazudik. Tehát egy kicsi, kompakt játék, ami akár hatan is lehet játszani, simán. Lemegy 15 perc alatt. Szerintem nagyon vicces, nagyon jó kis játék. A következő játék megint egy olyan játék lesz, amit apa szeret. Mostanában szoktunk vele játszani, úgy apa mostanában kapta. Szerintem ez apa a legkedvencebb játéka, annak elveszett romjai. Hát, ha nem is a legkedvencebb, de az egyik kedvenc, és mostanában igen elég sokat játszottunk vele. Nagyon szeretem a paklépítős kártyajátékok, vagy a paklépítős játékokat, és ebben nem csak paklépítés van, hanem gyűjtögetni kell nyersanyagokat, lehet külön épít, vagy felderíteni, tehát ez nagyon sokrétű a játék, ezt nagyon szeretem benne. Nagyon szépek a lapok, nagyon jók a képességei, elég jó kis kihívást ad mindenkinek szerintem. Nagyon meg kell fontolni, hogy mire költöd a nyersanyagodat, hogyan gyűjtöd be a pontokat. Nehéz, nehéz, azért nem egyszerű. Nagyon jó kombókat össze lehet ebben is hozni. Kicsit másképp működik, mint a többi paklépítős játék, ugyanis itt nincsen dobópakli, hanem a tárgyakat egyből a húzópaklid tetejére rakod, a kijátszott lapokat pedig megkeverve a húzópaklid aljára rakod. Tehát itt nincs külön dobópaklid, tehát amiket megvásárolsz lapot, azokat valószínűsíthetőleg elég hamar be fogod húzni, tehát tudsz előre gondolkodni a játékban. Ezt nagyon eltalálták, ezt a játékot. Nekem nagyon tetszik. Ez volt az 5 társas és 5 vélemény kívás második része. Sziasztok! Sziasztok!